Na hát, üdvözlet neked, hello, szia, én Csipesz vagyok, és ez itt a Hogwarts Legacy-nek a következő epizódja, ami tőlem érkezik. Folytatom a játékot, mert már kicsikét elhanyagoltam, igazából nagyon is. És akkor a múltkor ott fejeztük be, hogy egy nagyon izgalmas küldetés után, ami... Már nem is emlékszem, hogy mi, hogy mi volt. Ja igen, a könyvtárban voltunk, ott megtaláltuk a titkos kis térképet, nem is a térképet, hanem azt a könyvet, amiről ugye beszélt a térkép, és megnéztük benne az emléket, és most csinálunk egy-két ilyen mellékküldetést, vagy micsodát, és úgy gondoltam, hogy találkozni kéne ezzel azzal a kis csajszival, akivel nagyon összevarrátkoztunk az első óráinkon, és már be is jelöltem közben itt a térképen, hogy hova kell menni. És remélem, hogy lesz ez is annyira izgalmas, mint az előző rész, illetve legalább annyira, mint az árkok. Abban egy kicsikét több munkát fektetek, mert még picit mostanában arra jobban ráhasaltam, de este van. De szép így is a táj. Jaj, hova megyek? És... de furán mutatja a térkép, hogy hova kell menni. Én ezt le fogom így rövidíteni szépen, hiába mutatod így, hogy... Jaha, ez a lépcsőhöz vezetett. Igen, értem. Tehát szóval csak a kitaposott utat mutatja, hogy hova kell menni. Amit úton keresztül, nem a füvön keresztül. Jó, ez viszont így tetszik. Közben itten leadunk pár dekát a súlyunkból. Nem vagyunk elég véknyak. Jaj, juhúj! Egy kis parkör belefér, ugye? Hú, ez itt micsoda? Itt valami nagyon világít a földön. Gyűjtöttem valami holdkövet, aha, és akkor ez biztos jó lesz valami kraftolásra. Jappán, nem erre kell jönni. Még feljebb? Aha, ott van egy lépcső. És akkor... Igen, aki ezt a sorozatot esetleg nem ismeri, vagy az árk miatt iratkozott fel, és itt vagy. Hát ez egy ilyen full vágatlan, ugye... úgymond ilyen végigjátszás, ez a Hogwarts. Már régóta kijött, már több mint egy hónapja azt hiszem ez a játék, de én még mindig csak itt az elején itten járkálok vele, ugyanis nincs túl sok időm egyébként ezzel játszani, de amikor így van, akkor így fel is veszem, és a Roxforce-nak a titkait megpróbálom felfedezni. Hűha. Hú, ott az a nagy, az a mesés híd, vagy micsoda. Amit én nekem nagyon tetszett a filmekben is például, ott az a... Ahova végül is most jövünk. De érdekes, akkor miért nem ezen keresztül vezetett ki minket a játék? Meg mit keresünk itt egyébként este? Ezt a gyors utazás dolgot először felveszem. Jó, ne dumáljon, add ide a tüzedet. Vagy ennyi volt? Na mindegy. Ezt még nem használtam sose, azért nem tudom, hogy... Tehát kell-e valamit, vagy csak így hozzá kell, tehát közel kell hozzá... Dá, nem bírok beszélni. Szóval nem tudom, hogy csak hozzá közel kell-e jönni, vagy... valamit használni is kellett... kellette volna. Nem bírok beszélni, jól van, bocsássatok meg. Az itten a vadőrlak. Ha én azt hittem, hogy a totál, hogy a másik oldalt van. Jól van. I should investigate. Mit is kell megvizsgálnom? De valamit... Ú, itt vannak a térképen valami fura dolgok. Aha, ide most nem törünk be, mert a vadőr az biztos, aki nem Hagrid, az bent alszik, nem akarjuk zaklatni, aztán intőt kapunk az iskolából. Még a végén. Ja, annyit csinálunk még, hogy itten ezt a reparót, vagy micsodát, ezt lecserélem erre a stealth-re, hát hogyha... bujkálni kell majd esetleg valakitől. Itt is egy gyors utazást nézzük meg, hogy így felfedezi-e, hogy csak közel megyek. Aha, jó. Igen. Na, itt van, Natsai. Hello, Natty. How are you? Ugye, Natty. És örömmel látom, hogy még mindig nem javították ki ezt a hülyeséget, hogy néha így beakad a játék. Azért szerintem egy patchet már megérdemelt volna a játék, hogy biztos jött ki, csak nem erre. But I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Azt mondja, hogy... Hm?
Ah, legyen az elsővel, mindig kedvesek vagyunk. Legyünk vele őszinték is, ugye? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. Ezt még nem is mondtuk el neki egyébként. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know. Jó, ezt mi már tudjuk, ezt most nem fogom átlapozni, de... I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. Oh. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason why I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrok, well... All the more reason they must be stopped. Ilyenkor már direkt nem dumálok egyébként, mikor ilyen párbeszédek vannak, hogy ti is tudjatok figyelni, meg én is. Hát valami fontosat mondanak. Officer Singer handle someone like Harlow. I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. Pont így éjszakarod? But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Jó, rendben. Akkor én már szerintem használom is így gyorsan ezt a steeltet, hát hogyha valami. Ez mi? Arról jött a hang egyébként. De bár, itt látok ilyen ládikókat, először kifosztjuk ezt a kis palut? A 3-4 darab házat? Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray. Ratatata! Oh, nem bírom kifosztani. Le van zárva. Jó, akkor nézzük. Ez is a házban van? Nem, nem, itt van a ládikó. Add ide. Micsoda? Kosárfonás. Hát, nagyszerű. Ez egy gyárus. Érdekes, hogy egyébként senki sem azért kérdezi meg, jó, mondjuk engem most éppen nem látnak annyira. Tehát nem kérdezi meg senki se, hogy mit csinálok egyébként kint így éjszaka az iskolán kívül diákként. Ja. Ebből még mindig nem tudom, hogy kell kijönni egyébként. Na nézzük. Mi folyik itt? Gyöngyösön. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a dog's nip about your time. Oi. Ó, itt is terjed a korona. Maszkban vannak. Victor Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy. Szét fogjuk őket pukkantani? Ja nem, lol, azt hittem. Gyulladj fel! Hú, kijöttem megint a formámból. Húha! Az valami sötét varázsló. Ajajajajaj! Rajta már durvább a maszk is. Meg szemüveg is van rajta. Micsoda? A terepkalóz gyűjtemények szakasza egy új ellenség típussal frissült. Értékes információkat hatatsz meg az ellenségekről, például bizonyos varázslatokkal szembeni gyengeségeikről. Jó, és ezt így kombat közbe fogom egyébként. Ez ellen nem érted, ezért? De lol! Hát nyomom direkt a dodge-ot.
És, na várjál már. Aha, az én leviószám az semmit nem ér, a banyái viszont igen. Az a baj, hogy... Hú! Ja, ez nem is az volt. És meg is haltam. Remek. Ilyenkor mi van? Mert ugye amikor volt egy ilyen tréning, ilyen csata, ott az volt, hogy ugyanilyen piros pajzs volt, és afellett például hatott a valamelyik varázslatom, de most egyiket, hiába nyomtam bármiket, és ezzel ellen semmi nem ért. Jó van, oké, ezt már hallottam. Aha, tehát neki kell csapni ezeket. Először őket legyőzzük. Oj, nem, megint nem, nagyon jót nyomtam. Aha, szóval... Baszki! Jó, oké, oké. Szóval a dodge-al vissza lehet ráállítani a varázslatot, és akkor... Hopi! Na ezt jókor dobtam el! De szia néni, mondjad, mit akartál? Jaj, nem ugrunk, hanem beszélgetünk. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Excellent. Az mondjuk kiválóan védekeztünk. Hát abból van egy kis kivetni valóm a sajátomból, de még majd belejövök, ugye? Mondjuk, ha ilyen ritkán játszok a játékkal, akkor nem biztos. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. És akkor tud segíteni nekünk majd az égben? Of the legend of King Arthur. A titkokba. The very same. Merlin attended Hogwarts, you know. Amiről mindjárt mondok valamit, elfejtettem. Fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. Jó, akkor ez nem csak a kastélyban van? Merlin's writing has a symbol in the center. Mármint, hogy ezek a titkok. Mondjuk gondoltam, hogy nem, hogyha egy kicsit ilyen open world-szerű a játék. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Szóval igen, az egyik ilyen... Na, akkor zabáljuk be a felét, szerintem, ha csak egyet kell nyomatni belőle, akkor elég lesz. Aha, ez lesz az a dolog, amit mondott. Viszont, amit ugye én mondani akartam, hogy fent ott a kastélyban, ugye volt egy ilyen ajtó, amin voltak ilyen fura szimbólumok, meg ilyen számok. Na, azt az ajtót sikerült kinyitnom. Csak így próbálkoztam vele, hogy mit is lehet, és egyébként majdnem jó úton jártam egyébként ezekkel a számos dolgokkal, csak az volt a baj, hogy 10 szimbólum volt összesen, és én 1-től 10-ig számoltam ezeket a dolgokat, viszont az 0-tól 9-ig kell, tehát a 0 az első úgymond szám abban az ajtóba, és akkor úgy kell összeadni a szimbólumoknak a összegét, meg a már meglévőket. Jó, hogy csak levelek, aha. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl. And we'll see what happens. Jó.
Rakunk ilyen májba leveleket ide. Wow! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Leviosa! Incendio! Balance beard! The flames make the pyre sink. Ah. Meg kell gyújtani ezeket a videókat. Ó, de jó, hogy... Na milyen közel kell megmenni? Rájöttünk a nagy titkokra. What? Aha, lehet, hogy sorrendbe kell őket lenyomni a földbe. Vagy valami hasonló. Igen, vagy sokkal gyorsabbnak kell lenni. Most nem tudom, hogy melyik volt a helyes. Sorrend az a következő volt, ugye a középső, aztán a néni felől, itt van a legtávolabbi volt. Ha pedig sietni kellett, akkor csak sietni kellett. És ez a szobor videó az hova lett? Meg akartam nézni közelebbről. Na mindegy, jaj. Mi jó, hogy nem adem a kedávrát nyomtam a néninek. Csak egy proteigót. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to sort. Akkor ez is ilyen tutoriál, még mindig a játéknak, pedig már nem is tudom, az ötödik óra a játékban. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. So, ha elfogy a levelem, akkor vegyek. Rendben. És mit kapok egyébként azért, hogy most én ezt itt felfedeztem? Merlin próbálj. Azt nem néztem, hogy hány darab. Hé, a baládikóba bele akartam nézni. Ne pakolj már el, néni. De azért ez menő volt. Itt hagyott valamit. Itt hagyott egy dobozt. Teli almával. Hát, elég frissnek néz neki. Hé! Nem lehet felvenni. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Ez valami más diák ittenként. Te is kint vagy? Vagy most ilyen szabad kiárás van? Vagy most mi van? De nagyon unatkozik, viszont ez is tudja, hogy olyan mellékküldetés, amit én most nem akarok megcsinálni. Én most nagyon egyébként, hogyha mondjuk az előző részeket nem láttad volna, akkor van itt egy ilyen lejátszási lista, amit az elején egyébként láthattál, amikor így felugrott a jobb felső sarokba, arra rákattintva az elejétől meg tudod nézni, viszont én csak a fő küldetésre akarok koncentrálni, tehát minél inkább. Itt viszont lehet, hogy jobban járok egy ha teleportálok, ugye? És mindjárt rájövök, hogy hogy is kell oda menni. Exit. Jó, de itt volt egy ilyen teleport ezen a hídon, oda akarok menni, na. Hogy is kell ezt? Nem. Igen, oda akarok teleportálni, nem lehet így? Na jó, van, akkor futok. Gondoltam, hogy kicsit lerövidítem az egészet, de hát hogyha nincs felfedezve az azért, akkor nem bírom, ugye? És hát elvileg fel van ugye felfedezve, de... Mert zölden világított, de nem bírok oda teleportálni rá. Vagy egyszerűen nem jól csinálom, még azt nem használtam. Úgy, egy ládikó, vagy mi ez? Ó, ajajajaj, mi ez az akadás? De már! Leviosa. Incendio. Ezzel mit lehet csinálni? Na, emeld fel.
Most gyere ide. Építünk belőle valami lépcsőt, vagy valamit. Jó, és akkor... Engedd el. Nem lehet egymáson a kettőt, és egymásra ejteni a kettőt. De jó van, nem fontos ezt a dolgot megcsinálni, és valamire biztos jó, esküszöm neked. Na mindegy. Egy pillanat, itt ezt a akadást megszüntetem megint, csak... Ja igen, gyors kikapcsoltam egy-két dolgot itt a játékban, de folytatjuk innen már is azonnal rögtön. És... itt vagyunk ezen a helyen. Scrope, tudtad a könyvről. De jó, hát hogyha már így éjszaka kint lehetünk egyébként a kastélyon kívülről, akkor miért is ne lennénk kívül, kint, ugye? Itt megnézem azért, hogy itt ez pontosan itten... hogy néz ki, mármint hogy ilyenre így kíváncsiságból ezt megnézem. Hogy hova lyukadtunk ki. Hogy ez hova vezet. Ah, ez csak bevisz a kastélyba. Remélem most nem lesznek ilyen járkáló tanárok, meg prefektusok, meg ilyen tököm tudja mik. Mindenki alszik, meg felverem a kastélyt. Jó, csinálom ezt a küldit. Nem tudom, hogy ez mellékküldetése, vagy valami főküldetéshez tartozik ez a goblinnak a... Vagyis, hogy... minek hívják őket? Úristen, elfelejtettem. Nem goblin. Házi manó, úristen. Szóval nem tudom, hogy, hogy ez fő küldetése, de hát megnézzük. Lehet, hogy ő fogja ezeket a dobozokat elmondani, hogy mit kell vele csinálni, mert ide kell jönni. Keresd meg a következő jegyzetet. Ott van egy valami. És akkor azt... Hogy szedem le onnan? Ó, várj csak! Gyere ide! Gyere, gyere, gyere! Erre lehet, hogy rábírunk így ugrani. Ja, várj, másiknál van itt ennél. Így. Aha. Mindjárt ott vagyunk, irány a tökök felé a körökörön, mis körökörön túl, nézd bele az egyikbe, hát ha tudsz segíteni szegény összetört szívű Scrope-on. A Scrope-on. Az elsőt egyetem elnyomtam. Azt hittem azt is csak ilyen megtalálható bigyola, bocsánat érte. Ha úgy érdekel, hogy mit írt benne a kis házi manó, akkor... akkor tekerj vissza és toppold le ottan, bocsánat. Én is azt fogom tenni, hogyha fontos dolog van benne, akkor majd visszanézem, de... Na, és akkor itt mit kell csinálni, vajon? Nagyon, ja, itt is gondolom meg kell... meg is van. Wow! Jó, oké. Az ifjú... Vardekáros mostanra biztonosan rendkívül kíváncsi lehet. Találkozunk a vízparton, a törött dokkoknál. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ops! Hát, hogyha itt még... Ja, nem halunk bele, mármint, hogy nem sérültünk túlságosan sokat. Aztán, hogyha ennek a küldetésnek egy... egyszer végre valahár vége lesz, akkor utána majd megnézem, hogy tudok-e már craftolni több ilyen potit. Mert kerek egész nulla darabom van. Most talán nem tör be ejt. Bár egy házi manó az nem olyan. Mondjuk attól függ, hogy kit szolgál, ugye? The name Scrope. Scrope serves the headmaster. I've been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Nincs meg az egyik füle. I wanted to be sure you weren't followed. What's this all about?
Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Aha. Hát... Na jó, segítsünk neki, mert nagyon help szépen kérte. Especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Tudjátok, kire hasonlít ez a goblin? Vagyis, hogy a házi manó? Hát a nevét nem tudom a színésznek, de aki a régi Csillagok háborújában játszotta azt a hát az egyik ilyen csillagrombolón a kapitányt, vagy micsodát? Vagy ide kiírom így szöveggel, hogy kire gondolok egyébként. Nagyon hasonlít az arca. Az arc felépítése. Persze ennek nincs akkora orra, meg ilyen nagy füle, de értitek. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Ah. It seems this may help us both. I shall do it. Mondjuk azt arra kíváncsi lennék, hogy ezt honnan tudja, hogy honnan tud mindenről. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Mondjuk ezt ő is megbírta volna csinálni egyébként simán. Pirítós. Hú, itt valami nagyon durva a csapdát érzek egyébként. Lerakom a pirítóst, az biztos valami nagy vadállat fog engem itten megtámadni. Jaj! Na, honnan tudtam én ezt, nézed csak? Júj! Dur neki, dur! Na most kell nyelvét durrogtatni. Hú! Ilyen vadbéka megtámadott minket. Babdog. Micsoda? Bug... Mi? Dugbog. Nem bírok olvasni. Dugbog. Van még egy? Na szétpukkantjuk ilyen nagy durva villámlással, ez az. Jaj! Nem is egy van belőlük, hanem rögtön három. Húha. Ez a lock egyébként nem olyan jól működik. Aha. Csezd meg. Incendio, Leviosa. Accio, Leviosa, protect. Baszki. Meg is haltam. Azért ezek elég durvák, ezek a békák. Még egy esélyt adok neki, és aztán, hát... lehet, hogy visszajövök ide később. Itt nem tudom egyébként, jobb felszerelések felsz... De ó, de gyorsan elkapta. Várjál. Itt nem azt mondta, hogy van... Ja, nem ez az. Hogy van valami felszerelésem, hogyha jobb felszereléssel jövök ide, akkor... Akkor úgy talán jobb lesz. És akkor most... jó, és akkor... Megnézzük még gyors egy-kettő ilyen dolgot. Hogy például ez... Oké, hogy védekezést ad, de hallod, ezt nem lehet eltüntetni. Hát az undorítóan néz ki. Most ez viccesen, de, na érted. Aha. Hát ez nagyon jó. Na, itt van egy epic. Ilyen mellény. Csak a köpenyből nem is volt másik, aha, csak az alap, oké. Rendben. Hát így biztos, hogy mondjuk lehet, hogy tovább bírom. De ezt gondoltam. És ez, miért nem hat rájuk a varázslatom? Majd ez... De ez sem igazán... Basz meg...
Egy. Azt lőjed már! Nem azt! Azt! Aha. Na! Oj, de jó. Megint egyszerre három. Akkor... Ez se jó. Az előbb olyan jól ment az elsővel, amikor ráadásul az valami 9-es szintű volt, vágod? Na majd a következőleg nem olyan piros lesz. Aha, pont azt akartam kivédeni, de nem sikerült. Az a baj, ez a gurulgatás az Elden Ringből még mindig benne maradt. Baszki. Aha, ezt kellett volna nyomnom, csak későn toltam. És nem hatásos. Baszki. Jó, ezek a békák nagyon nehezek, szerintem őket itt hagyom. Utazásod véget ért, köszönjük szépen, fordulok háttal. Ez a rohadék kis, minek hívják, házimanó, beküld minket egy ilyen rohadt nehéz helyre. Hát nem szégyeli el magát? Na jó, utoljára megpróbálom, jó? Most elfelejtettem használni például a... Például ezt. Úgy van, a falat lövöldözöm. Frissített küldetés, hackelt professzor feladata 2. Nagyszerű, nagyon örülök neki, hogy így közben egyébként. Ne! Gurul. Ez az incendió az egyetlen dolog, ami... Egy, megvan. Wow! Na! De miért nem kasztolsz? Hú, te jó Isten! Remélem belőlük nem lesz több. Mert nem tudom például, hogy a harmadik egyébként hova tűnt. Szerintem én nem győztem le. Meg nem tudom például, hogy ez a virág, amit neki dobtam, az például hatásos volt. Na mindegy. Nyomd meg a gyorsabb úszáshoz. Oké. Okay. Ha ez a gyorsabb úszás? Oké. Okay. Na, ez lesz a gyorsabb úszás. Ú, nagyon jó. Fogoljunk meg. Ja igen, a pirítós kell ide rakni. What? Ebben a szemüvegben remekül nézek egyébként. Nagyon komoly varázsló vagyok. És a mozaik képet meg kell etetni? Mm-hmm. Hát jó. Remélem itt valami nagyon durva ilyen varázslatokat fogunk találni. Hello fej! Ja, hogy van hozzá tartozó test is csak. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century. Csak levágták a fejemet. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me.
Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Akkor teljesen feleslegesen küzdöttük át ide magunkat. Alas, t'was to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Értem. Azért add ide, jó, hogy... Pages, if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Nem bízok ebbe a szellembe. Ugye erre pirítósra kíváncsi lennék, de... Mindegy. Tehát meg kivilágosodt odakint. Nagyon jó. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Aha. Azért itt körülnézek, jó? Megpörgetjük eztet. Hát, hogyha valami érdekeset találunk, ez mind csoda. A Rivéli jóval annál a hídnál lehet így. De várj, ezt itt most, ez valami titok. Itt van ez a Revelio, ugye? És a hídnak a végén, hogy valahol meg kell gyújtani ezeket a gyertyákat. Ez itt nem tudom mit jelent, ez biztos, hogy a tiltott rengeteg. Aha, ez a híd viszont rögtön a izé után van, ugye? A másik kiárat ott a Quidditch pályafelőli kiáratnál. Ha, na majd ott nyomogatjuk ezt a Revelliót. Vagyis, hogy nem is Revellió volt ez, hanem ez. Lumos, azaz. Tényleg kivilágosodott idekint? Hát ez gyors volt. Nézd, már nappal lett. Mi még egész éjszaka nem aludtunk a játékba. Hát meddig beszélgettek ezek itt? Arra nézz. Ja Istenem, egyébként nekem ígért a játék, tehát én előrendelésbe vettem meg ezt a játékot, és elvileg én ezzel kaptam egy ilyen tesztrát, meg egy griffet. És már tök jó volna, hogyha nekem dobná a játék, hát odaadná. Hogyha esetleg egyébként, bocsánat, most megkérlek titeket, hogy tudtok valamit erre, hogy ezeket az undorító, hát ezt a sapkát, meg azt a szemüveget, hogy eltüntetni a játékból, hogy rajtam legyen, de tudjátok, mint a többi játékban van ilyen, hogy transmogrification, hogy így el lehet úgymond konkrétan tüntetni, vagy átváltoztatni a kinézetét egy-egy tárgynak. Hogyha van benne ilyen, akkor kérlek írd már meg, jó? Ha tudsz róla. Thanks to you, I was able to enter. Ha meg nem jön válasz, akkor majd utána nézek én természetesen, de. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black Family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Zsír. Kész a küldetés? Hát nagyon örülök neki. Ó, az ott valami ládikó? Ó, ez meg ilyen mellém szakálla. Vagy mi az Isten titka? Itt is lehet valamit csinálni. Itt is vannak ilyen indák, meg ilyen zöld pöttyök, meg ilyesmik. Biztos, hogy ezt a kockát kell oda behozni. Gyere, gyere. What? Várj, ezzel valamit csinálni kell.
Látok rajta ilyen csillogó, ilyen... Tehát ott van rajta végül is ennek a Igninek a... vagy Incendiónak a jele, ugye? Tehát nem mögé lőd, hanem mondjuk a kockát lőd meg. Nem? Akkor felemeljük. Nem, az se lehet. Most mi van? Egyből eltűnik, ahogy ide húzom. A fene se tudja. Ja, várj, ezt ide kell húzni, lol, nem is a golyóba. Gyere ide. Micsoda barlangot tanáltunk! Lumos. Vajon hova vezet ez minket? Ah, Ládikó, oda néz. Barna bőrkesztyű. Na, legalább cuccokat gyűjtünk most már a játékba. Lumos. Revelio. Semmi más titok nincs itt? Ennyi volt? Hát jó. No de! Ez a kockaság megvan. Mire lehet jó ez a tányér itt a földben? Még van egy kicsi időnk. Milyen jel? Nincs is semmi jel rajta. Na hát tudja annyilam. Meg kell tanulnom a lefegyverző bűbájt, mielőtt követhetném Richard Jackdaw szellemét a tiltott rengetegbe, erdőbe. Jó, hát akkor lehet, hogy az lesz, hogy ezt megtanuljuk. Kb. Addigra végé is lesz a résznek egyébként, és akkor a következő epizódba folytatjuk a küldetést, és addigra megpróbálok rájönni például, hogy az Istenbe is kell mit csinálni? Hogy a, tehát a főküldetés megkeresni, meg ilyenek. Most már használom ezt a gyors utazást, mert nem akarok végig csak futkározni. Ja, itt vannak ezek a zenélő virágok. Aha, ja igen, elfejtettem a... De lefegyverző bűbáj, bakker. Nem itt kint kell tanulni, tehát nem ezt a küldetést akarom megcsinálni. Aj, hol is van? Kihívások lennének azok, de hogy a kihívások... quest, igen. Ha a követelmény Expelliarmus, akkor a Hecate professzoros dolgot kell megtanulni. Illetve... Még előttem gyártok egy-két ilyen potit. Nem ez az? A Roxford térképe kell nekem, így van. És nem lehet használni egy gyors utazást? Édes Istenem. Komolyan... Én ezt értem, hogy oda kell menni a Roxfordba. Hallod, ez a térkép lehetne jobb is. Nem volt... Ilyen, hogy gyors utazás ezen belül. Mert már ott bent a kastélyban egy csomó mindent felfedeztem, esküszöm neked. És ez most tök érdekes, hogy nem látjuk egyébként a tesztrát. Miközben már egyszer, ugye őket már láttuk, amikor a Sharia legelején megölte azt a minisztériumi csávókát, akkor onnastól, tehát akkor mi megjelentek. Mondjuk az is le... Ó, várj, itt egy hidacska. Emlékeztek? Itt volt valami gyertyás dolog. Vagy ez nem az a hidacska? Elég jó úgy néz ki egyébként. Hogy itt volt valami. Rebellion. Ha, na jó, majd megnézzük.
Biztos van még egy pár ilyen híd, mondjuk ott az is egy kicsit így hasonlít. Nem tudom, hogy egyébként a leltáromba megbírom-e nézni mondjuk a... Lumos. Magát a... azt a kis térképet, amit szereztünk. Egy Lumos-szal itt végig vacokolunk, de hát semmi nincs itt. Nem jelenik meg semmi se konkrétan. Jaj. Hopp. Milyen jó hangja van annak a krikettnek. Vagy krikett, vagy hogy kell kimondani. Ja. Na és akkor itt most már bírok, hogyha már bejöttem egyszer a kastélyba, tudok gyors utazni? Mert ott jelez ilyen... Ott vannak ezek a zöld pöttyök, de azt az hogy lehet... annak a közelébe jutni. Mert például itt van, hogy ide lehet ugye gyorsan jönni. Világtérképen ott van. Emez megint nincs itt. Nem értem. Vagy konkrétan egy ilyen tüzes, hogy hívják, hozzá kell oda menni, tehát itt van ez. Oké, felfedeztem, köszönöm szépen. És akkor most vigyél át! Hát nem viszed be. Hát, hogyha itten esetleg. De itt ugyanazt fogja megnyitni a térkép. Így is van. Nem bírok gyors utat. Mi az van ez? Hogy kell? Térkép módosítása, de ez csak egy lapít, vagy... Na jól van. Na, tehát akkor gyakorlatilag ezeknek a szaroknak itt semmi értelme nincs. Ennyire nem lehet egyértelműsíteni valamit, hogyha már egyszer... Mindegy, majd rájövök egyszer, hogy kell azokat használni, de hát ez így kész. Rohanjak át. Na. Nézd meg, itt van ez a tűz, de nem bírom használni. Szerintem nem tudom, hogy kéne egyébként, na mindegy. Gyors tanuljuk meg ezt a lefegyverző bűbájt, vagy melyiket kell megtanulni. Ja, ez a néni lesz, ugye? Igen. Is. Ő itt hiányzanak a hangok, úgy hallom. Ja nem. Ez csak ilyen... Nem timelapse, minek hívják? Na mindegy. Ott van Sebastian, aki még mindig nem beszél velünk, és... Egyébként ennyi volt? Azt hittem. Mit kértél? Már elfelejtettem. Nagyon régen volt, tisztelt Hellcat professzor. Na, itt vagyok. Professor, I completed all of your most recent assignments. Hogy nem rögnek a pofámba ezzel a szemüveggel, kérlek. You're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Ha persze, hogyha már nincs be. Requires a focused mind and a steady one. Ha már nincs kezükben a pálca, akkor persze, hogy könnyű legyőzni őket. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Igen, szeretnék, csak mondjuk akkor be is kéne tenni, ugye? Ez volt az. Így van. Ha? Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Na. Most mivel? És
miért nem repült ki mondjuk a kezéből a pálca? De most már meg nincs ott. Aha, remek. Oké, szerintem meg is tanultuk. Nagyon jó esett minden. Oké, zsír. Csináljuk tovább a küldetést. Úgyhogy persze nem bírunk gyors utazni. Jó, de bírunk. Most valahogy bírunk. Jaj, mi az Isten van itt? Olyan fura az irányítás egyébként. Szóval akkor két kérdésem van. Hogy kell eltüntetni ezeket az idióta ruhákat magamról, úgyhogy azért rajtam legyen, tehát a statokat legalább megadja. Illetve, hogy... mi volt a másik? Mindegy. Jaj, nem kraftoltam potit. Ja igen, a másik kérdés pedig az, hogy hogy kell gyors utazni. Mert a világ térképen oké, okay, így a... így a kastélyban nem bírok, az is biztos. Ott van valami a tó közepén. Ó. Oh. Ne, ne, várj, engem itt a varázslókodtam bár, te lakod felülről? Ó, na, akkor jöttek, álljatok elém, legyetek bátrak. Közben gyűjtjük a gombát, mert ez nagyon fontos. Jövök és kinyír, mármint hogy megmutatom nektek a frankót, hogyan kell hitten. Ti mit képzeltek? Kik vagytok ti? Orvodás, nyomkövető. Bum, lesze. Add ide a pálcádat. Anélkül próbálj meg varázsolni. Hú. Hát játok, mondtam, hogy könnyebbek ezek a varázslók, mint a... az ilyen fura lények. Egyébként itt még mindig látok valakiket. Ezek is ilyen orvadászok? Aha. Csokolom. Puff, nesze! Durr, azt a jó eget! Van még itt kutya? Aha. Mert ilyen farkas. Ó, oh, baszki. Jaj. Ja, az egy animágus. What? Is that all you know? Reducto. Jaj! Gyere! Mutasd meg, hogy... ez lehet, hogy kár volt. A imágusként, vagy mi az Isten, kutyaként. Na mi van? Ne! Baszki! Nem mersz onnan kijönni, mi? Csalódtál bennem? Az csak mákod volt. Hú, de mérgesen mondja a varázslatokat. Na gyere! Careful not
Scorpio. Incendio. Levioso. Nesze. Mondjuk jobb lenne, hogyha egy bent harcolnánk, ugye? Gyere ide. Gyere be. Gyere be, kutyus. Na, mi van? Miért nem jössz? Hát ez beszarás, bazd meg. Jó. It's the student who released Treadwell. Jó. Let's play jó, jön. Hát ennek így egyébként semmi értelme nincs egyébként. És ki is fagyott a játék. Nos, hát itt a játékom kifogyott egyébként, remélem, hogy azért elmentette valahol, jó, hát már a szemüveg meg a sapka rajtunk van, szóval tuti, hogy valahol elmentette a játékot, viszont én ezzel az animágussal még egyszer nem állok rá harcolni, mert ez gyakorlatilag legyőzhetetlen. Tehát most az utolsó egy-két percben még annyit csinálok, hogy megvizsgálom azt a hullát, vagy mi az Isten nyilát, amit ott mondott az a szellem, akinek már elfelejtettem a nevét, és akkor utána már ez a rész ennyi lesz, és... és aztán majd folytatása majd következik. Na. Persze várakoznunk kell, nyilván megint estig kell várakoznunk. Na cső. We meet again, Richard. Richard, jól van. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Ó, micsoda segítségünkre leszel egyébként, azt sem tudom, mit kell csinálni, meg mondani. Viszont megint itt egy... Aside from the birdbath, anything else I should look for? Indeed, a few landmarks, a stone bridge, a waterfall. Még miért nagyon tovább mész, álljál meg! Álljál meg! Úgy. You've been very helpful. Thank you. Nagyon-nagyon segítségünkre vagy, igen. Igen, ezt a Lumos-t ide berakjuk most egy pillanatra. Lumos. De itt sincs gyertya, bánj meg. Revelio. Lumos. Jó, oké, vissza is cseréljük. Nem tudom, hogy az mire szolgált egyébként az a... az a térkép, már mindegy, melyik híthoz akart minket vezetni. Mi a fene ez? Gold, nesze neked. Ne lépj be. Veszélyes. Jó utazás. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Madárfürdőt. What the fuck? Miről beszél? Oh, Greek. Ugyanazt mondja. Oh! 20-as szintű? Most már mi történik? Nem bírom irányítani a karaktert? Ó, hát ez meg a lövésben meghalt. Most megölt majdnem. Jézus ereje, nem is erre kell jönni, most nézem. Van itt egy másik ösvény. Jó van, oké. Remek küldetések elé állít a játék egyébként. Én ezt most kezdem megint nem érteni, hogy miért van, miért ilyen. Az előző részben még úgy meg is jött a kedvem a játékhoz, és akkor most már megint az van, hallod, hogy bevezet minket ide. Ahol ilyen... Mondjuk ő mondta, hogy ma haradjunk az ösvényen, ugye? Én meg fogtam magam is, letértem róla. Ó, mondjuk jól néz ki. Ez a tiltott rengeteg, ott meg vannak ilyen banditák. Velük nem baszakadunk. The waterfall. For a thief, Jackdaw surprisingly as good as his word. Ha? Meg lehet valahogy nézni azt a tárgylistában a...
leltár, és akkor utána, hogy valami térképet. Ez van az? Lebegő gyertyás térkép. Aha. Hát az a híd egész egybe van, az nem az, viszont itt ez valami nagyon fura. Lebegő gyertyás térkép. Nagyon jó. Hát akkor lehet, hogy nem itt lesz. Nem valahova teljesen máshova vonatkozik az a térkép maga. Ide pedig kapcsolok egy kis lumoszt, jó? Tehát ezt csak lecseréljük a... Ez az? Igen. Na. Ú, de nagyon világít. Mondjuk legalább látjuk, mi van a bokánknál, tehát abban legalább nem esünk fel. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Aha, ott vannak a szarvasok. Természetesen ide tudunk majd gyors utazni. There it is. Just as Jackdaw described. Mi van ott? Ja, ez a madáretető, vagy micsoda. Intramuros. Ó. Oh. Wow. Micsoda bejárat, ezt kérem szépen. Ajaj. Aha, ezt gyors vissza is cseréljük. Gyulladjatok meg! Hoppá! Aha, a fegyvert is ki lehet belőle ütni a kezéből, jó. Ne! Megint elveszi a fókusz, de miért ilyen szar? Hallod, a God of War-ban is ez volt. Jó, te meg... az mi volt? Hűséges harcos. Nice. Ennyik vagytok, drágáim. De azért itt én körülnézek még gyorsan, aztán lassan el is köszönök. Jackdaw sírja. Hú, ez valami dungeon. Picit lehet hosszabb lesz a rész, mint a szokásos, de... Hát... Lássuk. Vagy nem, tudjátok mit? Én nem fogom folytatni a következő részt. Mégpedig azért, mert ez a kalap rajtam nagyon csúnya, de nevérek is azt akarják, hogy menjek innen a picsába, illetve ez a szemüveg, hát az... Még a sapka el is menne, de ez a szemüveg, ez egyszerűen botrányos. Na jó van. Hát, hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot, bár túl sok izgalom a mai részben nem került, majd a következőben talán majd ez a dungeon itt megmondja, hogy... Tehát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. És én köszönöm szépen, hogy itt voltál, aztán találkozunk majd legközelebb. A következő rész egy árkos rész lesz, szombaton viszont lesz egy livestream is, ott még egészen pontosan nem tudom, hogy mivel fogok játszani, de valószínűleg Survival of the Fittest fogom tolni. És igen, amit már mondtam is, várlak ott is, meg mindenhol is szeretettel. És akkor legközelebb találkozunk. Én ezt most rövidre fogom, tehát elköszönök, legyetek jók, és akkor majd találkozunk. Sziasztok!